A település központjában található Baktaló Rendház a legújabb tere. Néhány hete adták át, amellyel egyúttal lezárták azt a projektet, amely a környezettudatos városrehabilitációt szolgálta. A 2017 nyarán kezdődött program 400 millió forintos, megyei topos forrásból valósult meg, azzal a céllal, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően jobb legyen a településen élni. Mindenképpen egy élhetőbb kisvárost szerettünk volna a korábbitól, bár az sem volt, tehát az is élhető volt, de ettől függetlenül ezen szerettünk volna rengeteget javítani és fejleszteni, és úgy gondoljuk, hogy ez a jelenlegi projekttel, ami nemrégen fejeződött be, ez nagy részt sikerült. 15 helyszínen zajlottak beruházások, mások mellett felépült egy új szolgáltató centrum, melynek üzletelységeit helyi vállalkozásoknak szeretnék kiadni. Fedett buszmegállót létesítettek, épületek újultak meg, amelyekben például egyesületek működhetnek a jövőben. Emellett közterek, parkok is megszépültek. A focipálya újrafüvesítése is megtörtént, ahogy a műfüves teniszpályára és kispályára is koncentráltak a projekt során. Már utóbbi befejeződött a fejlesztéseknek, ezzel nincs vége a településen. Hamarosan lezárul a kerékpárút építési program, és más beruházások is megvalósulhatnak. Pályáztunk háromcsoportos bölcsőde építésére, ezt is a TOB forrásból, bízunk benne, hogy mint járási székhely, nem győzöm hangsúlyozni, ez a pályázatunk is eredményes lesz. Ezen túlmenően ugyancsak TOB keretből a Degenfeld kastélyunk, a műemlékvédelmi Degenfeld kastélyunk pince felújítására is van egy 100 millió forintos keretösszegünk, és ezen túlmenően pedig a Magyar Falu programokra is vannak már nyertes pályázataink, amelyeket az elkövetkező hónapokban kívánom majd megvalósítani. És tényleg csak azokról beszéltem, amelyek nyertes, illetve bízom benne, hogy pozitív döntés előtt állnak. A 4000-es lakosságú Baktaló Rendház egyébként járási központ. A közigazgatási egységbe 12 település tartozik, amelyekben mintegy 20 000-en élnek.